Már zajlanak a munkálatok a Kalevala sétányon Nyíregyházán. Itt 18,5 millió forintos közvilágítási kábelcserét végeznek a szakemberek. Az egyik legnagyobb közműszolgáltató összesen 2 milliárd 20 millió forintos, 235 projektből álló beruházásba kezdett a megye székhelyen és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén. A vállalat nyíregyházi vezeték szakasza 1700 kilométeres, a megyei hálózat ennek sokszorosa 9800 kilométer. Nyíregyházán 340 millió forintot, a többi településen további 1 milliárd 670 millió forintot fordítanak a fejlesztésre. Amit ki tudok emelni, az két település, az egyik Tisza-Adony, itt szinte a teljes közvilágítási hálózatot át fogjuk építeni, a másik település pedig Tisza-Kerecseny, itt is nem a teljes hálózatot, de a hálózatnak egy jelentős részét fogjuk átépíteni. A hálózat fejlesztés során az ügyfelek igényeire is figyelnek, erre éves szinten 500 millió forintot fordít a szolgáltató. A meglévő hálózatunkra is fordítunk összegeket, hiszen biztosítanunk kell az ellátás folytonosságát. Ennek érdekében különböző hálózati fejlesztéseket hajtunk végre. Hogy ezeket hol kell megtenni, erre nekünk diagnosztikai módszereink vannak, hiszen nagyon sok helyről kapunk információt, a hálózat bejárásaink, az üzemzavarok, a fogyasztói jelzések kapcsán, és ahol látjuk, hogy szükséges a beavatkozás, akkor ezeket előkészítjük és elvégezzük a korszerűsítéseket, a technikai eszközök fejlesztését. Ez már a Honfoglalás utca, itt is kábelcsere lesz, amire közel 15 millió forintot költenek. A megyében összesen 53 ezer lámpatestet üzemeltet a szolgáltató, amely a város vezetéssel is egyeztetett a napokban kezdődő munkálatokról. Az elmúlt hetekben többször volt egyeztetés, találkozás a szakemberek között, remélem ennek a pozitív hatása érezhető. Egyrészt úgy, hogy összehangolt fejlesztések lesznek, tehát felesleges egy zavarkeltés nem lesz a lakosság felé. Másrészt ezek a beruházások minél hamarabb, tervszerűen ütemezve, a legkisebb probléma okozással történnek meg, és a beruházás utáni helyreállítás is teljesen eredeti állapot szerint lesz. Én nagyon remélem, hogy a nyíregyháziak ezt a változást érezni fogják már ebben az évben. A közműszolgáltató a megye valamennyi településén jelen van, és 282 ezer fogyasztóhoz jut el nap mint nap, derült ki a sajtótájékoztatón. Céljuk az üzembiztonság és a lehető legkevesebb szolgáltatás szünet. A munkálatokról minden esetben 8 nappal korábban értesítik majd a lakosságot, hogy minél kevesebb problémát okozzanak az érintetteknek.